Oktatás lesz a következő témánk. Szüdi János a vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát egy friss hírre ébredtettünk ma, illetve tegnap délután jelent meg új vezetője lesz a Klikknek. Itt még láthatjuk, és az újságok címlapján kvázi mindegy, folytatom ezzel az adásunk elején elindított lapszemlét, tehát új felelős régi Klik. Az államfő testvére, Pöröskei Gáborné veszi át az irányítást. Egyébként, ha valaki mondjuk csak a magyar időket nézi ma, akkor ez számára nem derül ki, mert itt erről egy szót sem szólnak, hogy ő egyébként Áder Jánosnak a testvére, de hát mindegy, és tehát új vezetője lesz a Kliknek. Ön szerint egy embertől mennyire függ, hogy mennyire centralizált a Klik, és mennyire jól működik, vagy mennyire működik rosszul? Kormányhivatalról van szó. Tehát az, hogy egy kormányhivatalnak mi a felépítése és hogyan tud működni, ez nem egy embertől függ, hanem egy kormánytól, de mégis egy embertől, a miniszterelnöktől, tehát semmiképpen nem egy kormányhivatal vezetőjétől. Tehát ön szerint nem attól működött rosszul a Klik, mert rossz volt a vezetője? Ez egy összetettebb probléma, hogy milyen volt a vezető, ezt én nem szeretném itt nyilvánosan kritizálni. Az tény és biztos, hogy költségvetésen mélyen alultervezett volt, szakembergárdával kevésbé volt ellátva, tehát ennek a Kliknek a működése és a zavara nagyon sok mindenre visszavezethető, a létrehozásának körülményeire, a többszöri átalakítására, és egyáltalán azokra a feladatokra, amelyeket el kell látni. Tehát ön azt mondja, hogy alapvetően nem a Klik vezetőtől függ, hogy milyen a Klik, de azért az szimbolikus jelentőségűnek tekinthető a vezetőváltás, hogy ezzel is azt akarja a kormány mutatni, hogy van változtatási szándék? Ön szerint jelent valami ilyesmit ez a váltás? Hát nincs, a kormány szeretne olyan megoldásokat találni, amellyel a saját szisztémáján belül maradhatna. Tehát ne kelljen akkora hátrácot csinálni, hogy megszüntetjük a Klikket, mert azt nem fogják, mert az nagy presztízsvesztesség, de jobbá tenni. Jobbá tenni nehezen fogja tudni, mert addig ez a kormányhivatal, amelyben beleolvasztották az intézményeket, tehát egy kormányhivatal részévé tették, nem fog tudni működni, ameddig ez az állapot fennmarad. Tehát az elképesztő dolog, hogy egy kormányhivatal, amely hivatalként működik, foglalja magába a köznevelési intézményeket, és kialakít egy függőségi viszonyt, egy aláfölé rendeltséget, ezt nem lehet így jobbá tenni. Tehát a jelenlegi rendszer keretei között ön nem lát esélyt nagyobb mértékű reformra? Nem látok esélyt. Tehát szóba kerülnek majd azok a pontok, amelyeket a kormány közé tett. Én akkor majd el fogom mondani, hogy a szakszervezetre adott ellenpontokban mi van, és hogy kellett volna a kettőt összevetni. Nagyon-nagyon fontos és fő követelés lenne a Klik megreformálása, de nem úgy, ahogy ez elhangzott a kormányzat részéről. Igen, tehát ugye a kormányzat számos ponton, amelyet követeltek a tanárok, tett ezen a héten javaslatokat, ezeket nyilvánosságra is hozták. Ebben például szerepel egyébként a Kliknek a decentralizálása. Ezt ígérik. Ez így van, csak a kormány akkor lett volna korrekt, hogyha e pontok mellett hozzáteszi azokat az elvárásokat, amelyek megfogalmaztak a kormánnyal szemben. Ugyanis, hát például, ha visszatérünk a Klikre, a követelések legfontosabb része az lenne, hogy a hivatalból váljon ki az iskola, és a hivatal ne magát az iskolai feladatokat lássa, hanem az úgynevezett fenntartói feladatokat. Ez kétféle álláspont és kétféle helyzet. Ugyanúgy, ahogy az egyházakban nem olvad be az iskola, vagy az önkormányzati hivatalban nem olvad be az óvoda, ugyanaz lenne az elvárás az állami intézmény fenntartás keretében, az állami intézmény fenntartó, a Klik ne gyakoroljon több jogot, mint egy egyházi fenntartó, egy alapítványi fenntartó, vagy egy önkormányzati fenntartó. Ez lenne egy megfelelő és jó válasz a pedagógusok elvárására. És erre most nem látnak esélyt, és erre vonatkozóan ígéretet sem kaptak, ami ilyen irányú lenne. Hát sőt, kijelentette Lázár miniszter úr, hogy ilyenről szó sem lehet, mert ez egy restaurációs törekvés, amelyet messze menően elutasítanak. Nézzük, hát akkor úgy tűnik, hogy ezen keretek között kell gondolkodni. Minisztériumi javaslatok között szerepel az egyik legfontosabb követelése a tanároknak, méghozzá a lexikális tananyag csökkentése és a kompetencia fejlesztés előtérbe helyezése.
általánosságban szeretném elmondani, hogy a szakszervezeti követelések lényege az lett volna, hogy a tanulóknak és a gyerekeknek adják vissza a gyerekkorukat, a tanulóknak adják vissza a tanulás örömét, a tanulás jogát és lehetőségét, és ezzel összhangban adják vissza a pedagógusoknak a tanítás örömét, szabadságát és lehetőségét. Na de hogy lehet visszaadni a tanároknak a tanítás örömét? Ez nagyon szépen hangzik, csak... Mondanám. Igen? Tehát venném előre a gyereket. Adják vissza a gyereknek a gyerekkorát. Ha valaki megnézi, Hoffmann Rózsa szerint a tanulók dolgoznak. Azt gondolom, hogy a tanításnak, tanulásnak örömnek kéne lenni, amely nem valósulhat meg, ha a tanulóknak akár 30 órája lehet 6 éves vagy 7 éves korukban. Ha valaki megnézi a hatályos jogszabályokat, akkor a tanulói kötelező órakeret, órateher az elérheti a 26 órát. Megjegyzem, a középiskolákban, ahol 14-15 éves gyerekek vannak, ott elérheti a napi 8 órát. És erre még rá lehet tenni 2 órát. Tehát a követelések onnan indulnának ki, hogy ezeket a terheket radikálisan csökkentsék. Ehhez... Tehát ez azt jelenti a gyakorlatban, csak hogy nézzük a konkrét követeléseket és az eladott kormányzati válaszokat, hogy a kormányzati ajánlatok között nagyon szépen szerepel a lexikális tananyag csökkentése, de önök például azt várnák, hogy ennél konkrétabb legyen a javaslat, és csökkentsék törvényi szinten a kötelező óraszámoknak a számát? Így van. Tehát ez nem a finanszírozott óraszámok, tehát nem azt mondjuk, hogy ezzel csökkenjen a pedagógus létszámkeret vagy foglalkoztatás lehetősége, hanem ezeket az óraszámokat hagyják ott osztálybontásra, amit mindenki ismer, például idegen nyelveknél 10-15 fős csoportokban tanítanak, hagyják ott nem kötelező tanulói foglalkozásokra, hagyják ott szakkörökre, ami a gyerekeknek kedves, ami a gyerekeket földobja. Itt arról van szó, hogy megígérte a kormány, hogy átnézik a tananyagot és elkezdik csökkenteni az ott lévő lexikális tudást. Csak azt kell ismerni, és azt kell tudni, hogy ma az iskolákban 2 tananyaggal, tantervel dolgoznak, az egyik a régi, az elmúlt átkosban kiadott, az úgynevezett kompetencia készségfejlesztésre épülő tananyag, ez ott van az iskolákban, nem kell csinálni semmit. Újra kell indítani, elő kell hozni. Ebben a szisztémában az alsó tagozaton, tehát az első 4 évfolyamon a gyerekeknek 20 óra volt egy héten, és ehhez kaptak mindenféle fejlesztő foglalkozásokat. Jó, tehát az óraszámokat csökkenteni kellene, még ugye rengeteg követelésük volt, és nagyon sok kormányzati válasz van erre, nem tudjuk végigvenni. Én most még egy dolgot azért kiemelnék, ami szerintem rendkívül fontos, mégpedig a tankötelezettségi korhatár. Önök kérték ennek a visszaállítását. Amit kaptak ígéretet, az arról szól, hogy vissza fogják ezt állítani, vagy legalábbis felülvizsgálják akkor, ha a végzettség nélkül iskolát elhagyók aránya 5 év alatt érezhetően nő majd. Ez önök számára elfogadható válasz-e? Ez nem fogadható el, hiszen minden egyes gyerek, aki kiesik a rendszerből most és az idén, az hatalmas probléma, és az egész gyerek életére kihat. Hát 5 év alatt kikerült több ezer diák, ugye? 100 000-es lélekszámmal lehet számolni, tehát azért évente egy 6-10 ezer gyermek nem tanul tovább 16 éves korában, és ismert, hogy például a szegély családokban azt mondják a gyermeknek, hogy legyél közmunkás, vagy durvább esetben menjél az utcára, és segíts a családnak megélni. Tehát mindegy, hogy 2 forintot, de most már hozzá haza, ne tanuljál, ha nem hozta haza azt a 2 forintot. Pontosan erről van szó. Azt kell önnek is elgondolni és megérteni a kedves szülőknek, hogy ma az általános iskola után nincs olyan iskola, amely köteles lenne felvenni a tanulót. A tankötelezettségnek 3 szerepe van, az egyik, hogy az állam meddig vállal feltételt ahhoz, hogy biztosítja az iskolába lépés feltételeit. Jelenleg elég, ha 16 éves korig, ebből az következik, hogy a középfokú iskolák létszámát a kormány, miután egyeztetési kötelezettsége nincs, tetszés szerint csökkentheti.
Ha 5 év múlva nyúl hozzáad a kérdéshez, addigra akár az iskolák egynegyedét, egyharmadát bezárhatja, mert hiszen nincs rájuk szükség. Egy nagyon-nagyon gyors választ adjon még nekem, ha a jelenlegi ajánlat marad a kormányzat részéről, ön hogy látja, akkor lesz pedagógus sztrájk? Én azt gondolom, hogy akkor a szakszervezetnek élnie kell a nyomásgyakorlás lehetőségével. Tehát akkor meg kell szervezni a sztrájkot? Elő kell készíteni, és ha ez sikeres lesz, akkor meg kell szervezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.